anyagi kizárását, nem találom a földvédelmet, tehát azokat az eszközöket nem találom, amelyek alapján Magyarország újra teret nyerhetne Közép-Európában. A miniszterelnökükkel folytatott találkozónk során is, amit miniszterelnök úr kiemelt, a legfontosabb mondat talán az volt, hogy a magyarság maradjon a domináns nép a Kárpát-medencébe. Nem véletlen, hogy ez a mondat a mi jobbikosok szájunkból hangzott el, csak és kizárólag ehhez tartjuk magunkat. Kiváló lehetőség lenne egy megfelelő alaptörvény annak érdekében, hogy a későbbiekben ezt foganatosítani is lehessen. Önök ezt a történelmi felelősséget elmulasztják. Már az is egy érdekes jelzés, hogy letettek egy tervezetet az asztalra, kiküldenek több százezer, több millió kérdőívet, aztán majd, amikor ez visszajön, azokkal módosítják az eredeti koncepciót. Tehát önök nem a nemzettest tagjai, nem a nép véleményére kíváncsiak, azt esetleg módosítóként beemelik a saját elképzelésükbe egy amúgy nagyon alacsony társadalmi támogatottsággal bíró alaptörvénytervezetbe. Még egyszer mondom, nem tudunk szabadulni attól a riasztó gondolattól, hogy a Szent Korona tana, a jogfolytonosság helyreállítása egész egyszerűen nem lehető fel. Sőt, Navracsics úr szájából elhangzott az is, hogy 60 év pusztítás után a restitúció lényegében nem lehetséges. Hát ezt a gondolatot teljes mértékben el kell utasítanunk. És egész egyszerűen, amikor arról nyilatkoznak, hogy a régi alkotmány auráját áthozzák a jelenbe, akkor én ezt nem tudom hova tenni. A jog és az aura kapcsolatát világítsa már meg valaki számomra. Tehát ez milyen determináció, ez milyen fogalmi rendezés. De az eddigi alkotmánynak nevezett valamiben is szerepel az, hogy a hatalom forrása a nép, minden hatalom a népé. A jelenlegiben a tervezetben, alaptörvény tervezetben a nép a jog forrása. Tehát nem tulajdonos, tehát ha egyszer átruházta hatalmát a képviselőire, birtokosként azt visszavehetné. Így módon ebben az esetben nem veheti vissza, hiszen ha egyszer forrás volt, akkor nem tud mit tenni. Innentől kezdve a képviselőnél van a hatalom, népszavazás nem teheti meg, hogy érintse az alaptörvényt, megszűnik a nép hatalmának visszavételi képessége, ezek után majd egyik pártról a másikra szállhat az a hatalom, mely nem alapvetően új néptől induló kezdeményezésképpen vezetett egy politikai berendezkedéshez, hanem önhatalmú kijelölés által, ez totálisan elfogadhatatlan. Szerepel a hatalom megosztás szintén hová nem tehető kategóriája. Kivel osztjuk meg a hatalmat? Ki és mi között? Az EU is azt mondja, hogy átvesz bizonyos hatalomelemeket tőlünk. A hatalom megosztás teljesen korrekt és indokolt lenne, hogyha tisztáznánk, körülírnánk azt, hogy ez a magyar nemzetes szuverenitásán belül érvényesül, és ebbe külső entitás nem szólhat bele, ez itt nem történt meg. De fogyasztó védelem esetében is önök itt lényegében biztosítani kívánják a tisztességes gazdasági verseny feltételeit, és ezzel együtt emellett a magyar fogyasztók védelmét. De adott esetben pont az úgynevezett szabad versenybe, ebbe a neoliberális vacak már régen szemétdombra való dogmába kéne beavatkozni annak érdekében, hogy az úgynevezett fogyasztóvédelmet foganatosítani lehessen, amit mi inkább a vásárlók védelmének szerettünk nevezni, a fogyasztó való ledegradálás elutasítása mellett. Felháborító az is, hogy számtalan tucatnyi esetben úgynevezett sarkalatos törvénybe kívánják a rendezést passzolni, tehát úgy bianco csekket akarnak velünk aláíratni, miszerint bízzunk meg önökben, fogadjuk el, hogy ezek a sarkalatos törvények a későbbiekben kiválóak, jók lesznek, csak hát az eddigi előterjesztések kimunkálása semmiféle bizalmi alapot nem ad erre. Óriási és nagyon meglepő retorikai csapda az is, hogy önök szerint alaptörvényünk az értékteremtő munkán és a vállalkozás szabadságán alapszik. Ez nagyon szépen hangzik, de az értékteremtés jelen pillanatban itt azt is jelentheti, hisz nincs körülírva rendesen, hogy pénzben mérjük ezt az értéket, profitban. Az értékmérő a pénz, amihez viszont semmi közünk, hiszen ez az alaptörvény nem szabályozza tisztességesen Magyarországon a pénzteremtés jogát, egyáltalán a Nemzeti Bank a monetáris kérdések lefedettsége fel sem merül, és hogyha erre a vállalkozás szabadságát is rátesszük, akkor kijelenthető az, hogy Magyarország kiszolgáltatottsága a nemzetközi, multinacionális spekuláns tőkének ugyanúgy folyik tovább, mint eddig, tehát megint csak egy óriási magaslabdát nem csaptak le ez ügyben. Márpedig, ha már felismertük, hogy lehet visszaélni a pénzügyi rendszerrel, az egész EU tekintetében, akkor nem az lenne a dolgunk, hogy ennek a felismerésnek érvényt szerezzünk egy alaptörvénynek nevezett valamiben? Egészen elképesztő az is, hogy alapvető jogokat érintenek, mint például a munkához való jogot, ami eddig ugye azért szerepelt valamilyen szinten. Most a tervezetben azt látjuk, hogy a munka megválasztásához van jogunk. Hát mekkora óriási különbség. Egy egyszerű példával élve, ha eddig egy faluban bezártak egy bányát, ott elvileg az államnak kötelessége lett volna óvó, gondoskodó kezet nyújtani, és legalább megkísérelni a munka lehetőségek teremtését az ott élők számára.
Ezen tervezet szerint a későbbiekben mi lehető fel? Jogunk van választani. No, de mi közül? Nincs mi közül választani, tehát megint egy lefedetlen, egy olyan területről beszélünk, ami a közember számára is érthető. Tehát nehogy azt higgyék, hogy ezt az egyszerű ember nem fogja érteni, főleg azért, mert teszünk róla, és több ezer lakossági fórumon fogjuk országszerte megismertetni a magyar nemzetes tagjait azzal, hogy mi készül itt ellenük. A továbbiakban is azt írják, hogy mindenki felel önmagáért. Nagyon jó. Az elefánt is ezt mondhatná, amikor a Baromfi udvarba besétál. Körülbelül ilyen előttem ez az alaptörvény tervezet. Egész egyszerűen nincsenek elkülönítve benne jogok, kötelezettségek, felelősségi körök. Egészségügy, mint fogyasztóvédelem tekintetében. Mindenkinek joga van a legmagasabb szintű testi-lelki egészséghez. Ez szerepelt eddig. Most mit látunk? Mindenkinek joga van ahhoz, hogy tegyen azért, hogy megőrizze egészségét. Köszönjük szépen. Jogunk van, hogy tegyünk érte, csak az egészséges környezetet senki nem fogja számunkra biztosítani. Az államadósságra, államháztartás helyzetére ki sem térek, hiszen az a kikötés nagyon helyes lenne, és nagyon támogatandó, nagyon pozitívnak tűnik, hogy az államadósság, a bruttó hazai össztermék egy bizonyos százalékos arány érték fölé ne csúszhasson. Ugyanakkor ez egy manipulálható mutató, és hogyha nem egészítjük ki olyan rendelkezésekkel, amelyek azt is biztosítják, hogy hogyan tudjuk ezt az egyensúlyi állapotot elérni, fenntartani, akkor egyetlen megoldás van, ha nincs elég adóbevétel, már pedig nincs, hiszen a hazai, magyar tulajdonban lévő ipar, gazdaság, mezőgazdaság lényegében áll. Innen nincs bevétel. Ahonnan bevételt várnak önök, az a multinacionális tőkének a leányvállalatai, gyakorlatilag azok a gyarmatosító cégek, társaságok, akik Magyarországot választották a legszebb vadászterületként. Hogyha ez sincs, tehát ha innen sincs bevétel, akkor marad a vagyon eladása. Talán azért nincs benne a földvédelem az alkotmánytervezetben, mert a nemzeti vagyon újabb és újabb szereteinek eladásából kívánják ezt az előírt egyensúlyt előállítani? Hiszen be van programozva az állam elszegényítése ebbe az alaptörvénybe, vagy pedig a meglévő vagyon eladása. Ez tarthatatlan. Ki kell jelentenünk azt is, több százezer honfitársunk szenved, akár devizahiteles csapdában, akár a külföldi multinacionális érdekkörök kiszolgáltatjaként a magyar állam védő, óvó, gondoskodó keze nélkül, ennek hiányában tarthatatlan állapotról beszélünk. Ugyanakkor itt két sorban elintézik azt, hogy Magyarország törekszik arra, hogy az emberhez méltó lakhatás feltételét biztosítsa. A törekvés egy nagyon szép dolog, de semmiféle garanciát nem jelent senki számára. Egyszerűen nem vagyok képes elhinni azt, hogy ezek retorikai bakik lennének, hiszen gondolom, hogy egy nagyon jó szakértő csapat nagyon sokat, óriási társadalmi egyeztetésekkel dolgozott ezen az anyagon előterjesztésen. Tehát ezeket összességében tekintve az a félelmünk, hogy a sírgödrünk is lehet ez az alaptörvény, pedig ezen a zsombékon úgy kellene átkelnünk, hogy megakadályozzuk azt, ami készül. Fogyasztóvédelmi területre kitérve. Nem látom azt, hogy a szolgáltatói rendszereink, azok a természeti kincsek és adományaikat kezelő szolgáltató rendszerek, melyeknek mindannyian ki vagyunk szolgáltatva, hogy mentesüljenek a multinacionális befolyás alól? Hogyan lesznek ezek csak magyar kézben? Mondok egy példát, a gáztározók rendszer esetében egy normális országban fel sem merülhetne, hogy idegen érdekeltség bármilyen úton, módon Magyarországra kerüljön. Ez a kérdés szintén nincs rendezve. A természeti kincsek és szolgáltatók magyar kézben tartása egy olyan nemzeti minimum lehetne, ami nélkül egy tervezetet sem szabadna letenni az asztalra. A határokon átnyúló rendszerekre ez úgy szintén igaz, hiszen korábban is nagyon sokszor erőltettük, hogy gondolkozunk egységes Kárpát-medencei gazdasági övezetben. A szavak szintjén önök ezzel egyetértettek, de azt látjuk, hogy itt sem köszön vissza, és máshol sem köszön vissza. A retorikai bakiktól hemzsegő szöveg pedig egész egyszerűen katasztrofális. Nem kötődik semmihez, nem tudjuk, hogy miből vezethető le. Megvédjük, megőrizzük, ilyen szóvirágok és lózungok követik egymást. Kinek védjük meg, kinek akarják önök megőrizni? A megszállóknak? Azoknak, akik bevásárolnak mondjuk a magyar földpiacra, most még zsebszerződésekkel, aztán vagy legális szerződések lesznek ezekből, vagy nem. Miért nem lehet körülírni azt, hogy a Kárpát-medence domináns népe a magyar, Magyarország kizárólag a magyar nemzettest érdekében működhet, legyen szó természeti kincsekről, legyen szó annak adományairól, legyen szó azoknak a kiaknázásáról, és ezeken a területeken idegen érdekeltség ne jelenhesse meg Magyarországon. Ebből következik a fogyasztóvédelem is, csak ebből következhet a hungarikumokat védő előterjesztések sorozata, melyeket önök nagy hanggal terveznek, de milyen hatása lesz ennek, hogyha a magyar föld védelmének a megtételére sem képesek. Tehát egész egyszerűen belátható az, hogy önök vagy nem akarják ezt a területet rendezni, vagy nem látják a problémát, akkor pedig még nagyobb a probléma. A szóvirágok halmazával tehát nem tudunk mit kezdeni, azzal sem tudunk mit kezdeni, hogy történelmi alkotmányunk jogfolytonosságának a helyreállítását. Önök egész egyszerűen nem veszik komolyan.
Történelmi lehetőségük van, ez való igaz. De ezzel a történelmi lehetőséggel vagy nem tudnak, vagy nem akarnak élni. Előbbi esetben még nagyobb a baj, hiszen akkor prejudikálva van az, hogy nem lesznek kezelve további nemzeti sorskérdéseink sem. Éppen ezért, amíg azt a közös alapot el nem érjük, hogy csak és kizárólag a Szent Korona alapján eredeztethető minden Magyarországon és a teljes magyar nemzettest is ide sorolandó, addig mi csak az ellenállás jogát tudjuk tanúsítani, ezt tanúsítani is fogjuk, mint halálig. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, felszólása következik Nagy Kálmán képviselő úr, a KDNP képviselő csoportjából. Megadom a szót, képviselő úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés! A nemzeti alaptörvénynek a társadalmazatba vételével kapcsolatosan már felmerültek problémák, és pedig azt, hogy vajon indokolt-e ezt most megjeleníteni, ebbe a ciklusban tárgyalni. A alaptörvény, Magyarországnak az alaptörvénye, az nem csupán egy nép és a nép által képviselt képviselőknek erkölcsi, társadalmi és gazdasági értékeinek a megjelenítése írásban, hanem ennél igazából több. És azt hiszem, hogy Kárpát Dániel képviselőtársam ezt azt hiszem, hogy nem érti. Az egy alkalmazkodási forma. Egy alkalmazkodási forma éppen egy népnek, egy nemzetnek a megmaradásához. Magyarországon alaptörvényt alkotni akkor is kellene, hogyha nem ez az összetételű országgyűlés lenne. A második évezred kezdetétől olyan súlyos változások következtek be, a nem csak Magyarország, hanem Európa, sőt a világ társadalmi, gazdasági helyzetében, amelyek kényszerítő erővel hatnak abban a vonatkozásban, hogy ezt az alkalmazkodó készségét ennek a egy tömbben élő magyarságnak megjelenítsük. Ez nagyon fontos dolog. Azért, mert bátran hisszük azt, hogy azok a negatív jóslatok, amelyek a századforduló, tehát a ránk következő századfordulóra a Magyarországnak olyan mértékű létszámcsökkenését jósolják, azok nem válnak valóra. Ezek a predikciók, ezek nem minden alap nélküliek. Aki komolyan utána néz, és végig gondolja, akár orvos szakmailag, akár egyéb vonatkozásban, ennek komoly súlya van. És ez egyben azt is jelenti, hogy Magyarországnak fel kell mérnie a saját helyét, mind földrajzilag, mind a nemzetek sorában, és igenis szükség van arra, hogy latba vesse minden erejét, hogy megjelenjen az a fajta alkalmazkodó képesség, amelyik megtartó erőként jelentkezhet Európában és a környező népek sorában. Tehát önmagára, az alaptörvénynek a megváltoztatására bármilyen összetételű országgyűlés esetén is szükség lenne. Az természetszerű, hogy egy országgyűlés, amikor olyan fajta képviseleti lehetőséget kap, mint a Fidesz-KDNP frakciószövetség, nem tud elrugaszkodni azoktól az alapértékektől, amelyeket mindig is vallott, és amelyekre alapvetően óriási többsége szavazott a magyarságnak. Én azt gondolom, hogy amikor mi újra megkérdeztük az alaptörvénnyel kapcsolatosan a magyarságot, akkor a magyarokat, akkor nem vártuk azt, hogy alapvetően megváltozzon minden egyes pont, vagy nagyon lényeges változások legyenek ebben. Mert éppen ez, amikor megkérdeztük, az bizonyította, hogy már a választás előtt is a pártszövetség helyes úton járt. Ezek az emberek velünk voltak. És amikor ezeket a kérdőíveket kitöltötték, akkor kiderült, hogy velünk is maradtak. Tehát önmagában ennek a kérdésnek az ilyen formátumban való felvetése, az nem jelenít meg semmit. Tehát számunkra
mindenféleképpen hatalmas érték kell, hogy legyen, hogy most, amikor az alaptörvény megszületik, akkor ebből igenis törvények sorozata, és pedig a mi hazánknak, nemzetünknek a működését, életcéljait megfogalmazó törvényeket, Hogy Németi Magyarországról, a családi Magyarországról alkozmott csizmiója, az ma sem volt el. Magyarország valóban megfelelően tud működni, a családi Magyarországot jelent. Tehát ez azt jelenti, hogy családokra, a családokból alkotó jelenségben jelenik meg, Magyarországnak a kifelé egy kék sem tett. Ez az alapú. Én azt gondolom, hogy én